Szevasztok gyerekek, sajtos brokkolis pulykát fogok összedobni, szuper egyszerű megúszós kajáról van szó, az egész egy sertőnyömben lesz összepakolva, lepirítva, megsütve, bedobva a sütőbe, ott összeolvasztva a sajttal, ennyire jó. Első lépés, hogy a serpenyőt földobom ide a tűzhelyre, elkezdem melegíteni, és azon melegében nyomatok bele egy kis hántott tökmagot, ezt szépen magára hagyom, nincsen olaj a serpenyőben, csak így elkezdem melegíteni, és közben egy darab brokkolit rózsáira szedek, beledobom egy szűrőbe, és szépen megmosom. A legtöbben a brokkolinak ezt a vastag szárát el szokták dobni, pedig, hogyha körbevagdossátok, tehát ezt a külső hérészt, meg ezeket a kis szárcsonkokat levagdossátok, akkor ez a belső része a brokkoli szárnak, ez nagyon-nagyon finom, ízes, roppanós, üde íze van, úgyhogy ezt érdemes így megpucolgatni, és ezt a belső részt, ezt ilyen kisebb darabokra fölvágni, ez szépen a brokkoli rózsákkal együtt mehet majd a kajába. Ha lepirultak a magok és pattogó hangot adnak, akkor ezt is félrakjuk. A forró serpenyőben most jön egy kevéske olívaolaj, így belenyomatom a rózsáira szedett brokkolit, illetve ezeket a kis brokkoli szárakat, és fogok egy citromot, kicsit így megnyomkodom a deszkán, ezt azért kell csinálni, hogy a benne lévő nedvek, a citromlé kicsit így belazuljon, könnyebben kijöjjön, mert hogy nekünk most erre lesz szükségünk, az egészet ráfacsarom a brokkolira, és gyakorlatilag egy ilyen citromos, olívaolajos kis párolás következik. Gyors fűszerezés, semmi akszor nem kell rá egyébként, egy kis bors, kis nátriumklorid, még egy kicsi olaj, és 2-3 fokhagyma fölszeletelve, vagy durvára felvágva, szépen összekeverve az egész, így de jól néz ki. Ennyi gyerekek, ennyi. Pulyka mellett ígértem, pulyka mellett is fogtok kapni, méghozzá ilyen kis szeletekre vágott pulyka medálokat. Ezeket gyorsan befűszerezem. Sóbors mind a két oldalukra. És aztán jöhet rá bármi, amit találtok, de szó szerint én is most hátra nyúltam, és ami éppen a kezem ügyébe akadt, egy kis kakukkfű, nagyon jól fog állni, nem csak a pulykának, hanem a brokkolinak is. Így. Aztán mi van itt? Egy kis szárított bazsalikon, persze nyilván a legjobb, hogyha az ember kisétál a kis fűszerkertjére, de mondjuk tél közepén ez annyira nem szokott működni, szóval ezzel is jó lesz. Meg egy kis csípős piros paprika, miért ne felkiáltással. Pici olaj, az egészet egy kicsit megmaszírozgatjuk, összeforgatjuk, ami a papírra tapadt fűszer, azt is fölszedjük, és így van, húsok repülnek a brokkoli mellé a forró serpenyőbe. Ha mindenképp fele lepirult a húsnak, forró a serpenyő, akkor egy picit, de tényleg csak egy leheletnyi fehérbor, egy ilyen 4-5 cent. Felpesdüljenek az ízek, följöjjön minden, ami letapadt a serpenyőbe, és ha érzitek, hogy elindult az alkohol kifelé a borból, az aromák ott maradtak, akkor nagyon kevéske tejszín, így. Ah, de jó. Ne feledkezzünk el a lepirított tökmagról sem. Szépen így van rá nyomatjuk mindennek a tetejére, és hát csak egy dolog van, de az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az egészet el kell kényeztetni sajta. Egy krémes és aromás sajtot fogok használni, hasonló ez, amit most éppen itt használok, mint egy camembert sajt, csak egy kicsit intenzívebb ízekkel rendelkezik. Nézzétek meg, ilyen kellemes kis jó erős illata van, ezt szeretjük, mert hogy annyit fogok csinálni, hogy jó nagy darabokat válok ebből a sajtból, pár nagy darab, nézzétek meg, milyen szép, krémes, lágy az egész. Ezeket így van, csak rápakolom a kajának a tetejére, és bár ez így is tökéletes lenne, de még tökéletesebb lesz, hogyha fogjátok a serpenyőt, bedobjátok jó forró sütőbe, grillfokozottan, és hagyjátok, hogy a sajt megolvadjon, és már meg is vagytok vele. A videó támogatója az Electrolux. A receptet a Tihany Válogatás márka támogatta.